Európa egyik legnagyobb reálbércsökkenése az, ami ebben az évben Magyarországon keresztül ment, amit a magyar munkavállalóknak el kellett szenvedniük. És tudom, hogy önök most statisztikai bűvészkedésbe kezdtek, és hatalmas diadalként tálalják azt, hogy már csak 9,999% az infláció, most már ez egy számjegy, ez matematikailag sem igaz, de ebben nem menjünk bele, de hát persze ez olyan trükk, mint amikor a boltban az árleszállításnál 2999 forintért kínálnak valamit, és nem 3000-ért, de az a helyzet, hogy a 10%-os infláció még mindig a legnagyobb az egész Európai Unióban, mint ahogy azzal is dicsekednek, hogy 0,1%-os, még egyszer mondom, nem 1%-os, 0,1%-os gazdasági növekedést sikerült elérniük. Hozzáteszem, ezeket a számokat is csak úgy sikerült kikozmetikázniuk, hogy ki kellett rugniuk a KSH felelős vezetőjét, és új, megbízható pártkádert kinevezni helyette. Tehát ezeket a látszat sikereket is csak hamisítással sikerült elérni. Most persze avval dicsekednek, hogy most aztán majd jön a 15%-os minimálbéremelkedés, ami egyébként helyes és jól van így, csak ez nem sokat ér. Ezzel szemben a nagyvállalatok profitja szárnyal, sehol sem emelkedett annyit, mint Magyarországon. A felső 1% birtokolja az ország vagyonának egy harmadát, és önöknek ez sem elég. Van olyan ellenzéki párt is, aki azt mondja, hogy a béremelést a piacra kell bízni. Mi nem így gondoljuk. Dobrev Klára, a szociáldemokrata árnyékkormánya szerint az államnak van dolga a béremeléssel. 7 pontos programot dolgoztunk ki arra, hogy mit tehet az állam annak érdekében, hogy emelkedjenek a magyar emberek bérei, hogy a magyar munkavállaló ne csak Ausztriában, Nagy-Britanniában vagy Németországban kaphasson tisztességes fizetést, hanem Magyarországon is európai bérek legyenek, és hogy letörjük végre a dolgozói szegénységet.